látok, velem az urat. Dicséretét zengje folyton ajkam, magasztaljátok, velem az urat. Dicséretét zengje folyton ajkam, énekeljetek új éneket, szóljon hálatal az Istennek. Az ő jósága hív, életre gyermekévé tesz bennünket. Magasztaljátok velem az Urat, dicséretét zengje folyton ajkam. Magasztaljátok velem az Urat, dicséretét zengje folyton ajkam. Zengjetek pengővig húrokon, daloljanak a kórusok. Szereti az Úr az ő népét, győzteseknek adja életét. Dicsőség! Magasztaljátok velem az Urat! Dicséretét zengje folyton ajkam! Magasztaljátok velem az Urat! Dicséretét zengje folyton ajkam, öröménekek hát szóljanak, templomában is zúgjanak. Dicsőség, lelkünk fénye, őt dicsérje, mindent betölt a dicsősége. Dicsőség, magasztaljátok velem az Urat, dicséretét zengje folyton ajkam. Magasztaljátok velem az Urat, dicséretét zengje folyton ajkam. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség veletek! És a te lelkeddel! Húsvét harmadik vasárnapja van. Ezt a szentmisét a járvány mielőbbi megszűnéséért ajánlom fel, az áldozatokért, a szeretteikért, azokért, akik hivatásból vagy önként szolgálják beteg testvéreinket, és azokért, akik a mindennapi, hétköznapi életünket szolgálják. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr Jézus Krisztust. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk, mert vétkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen minket az örök életre. Uram, irgalmazz nékünk, Uram, irgalmazz nékünk, Uram, irgalmazz nékünk, irgalmazz. Krisztus, kegyelmez nékünk,
kegyelmezz nékünk, Krisztus, kegyelmezz nékünk, kegyelmezz. Uram, irgalmazz nékünk, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó szándékú embernek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked. Nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten. Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten bárányok, az Atyának fia. Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nékünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen Fönség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, Te úgy akartad, hogy néped szüntelenül vigadozzék, mert visszaadtad lelke fiatalságát. Engedd, hogy akik most a fogadott fiúság dicsőségének örvendeznek, a biztos remény örömével várják a feltámadás napját, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Pünkös napján Péter a 11 kíséretében előlépett, és hangos szóval így beszélt. Zsidó férfiak és Jeruzsálem egész népe, figyeljetek és hallgassátok meg szavamat. Izraelita férfiak, fontoljátok meg e dolgokat. A názáreti Jézust az Isten igazolt előttetek, amikor, mint tudjátok, általa hatalmas csodákat és jeleket vitt végbe köztetek. Ezt az embert ti, az Isten előre elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok, és gonosz kezek által keresztre feszítettétek, majd megöltétek. Isten azonban feloldotta a halál bilincseit, és feltámasztotta őt. Lehetetlen is volt, hogy a halál fogva tartsa, hiszen Dávid így jövendölt róla. Szemem előtt az Úr mindenkoron, ő áll jobbomon, meg nem inoghatok. Örvend a szívem, és ajkam énekel, és testem is békében nyugszik el.
Lelkemet a holtak honába nem engeded, hogy szented romlást lásson, nem akarod. Az élet útját mutatod meg nekem, színed előtt örülni gyönyörűségem. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Élet útját mutatod nekem, és gyönyörűséggel töltöd be életem. Az élet útját mutatod nekem, és gyönyörűséggel töltöd be életem. Istenem, oltalmaz engem, mert benned bízom. Azt mondom Uramnak, Istenem, te vagy nékem. Isten az én osztályrészem és sorsom kelyhe, örökségemet tőle várom. Az élet útját mutatod nekem, és gyönyörűséggel töltöd be életem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, éjjel-nappal erre tanít szívem mélye. Mindenkor Istent tartom szemem előtt, jobbomon ő áll, semmitől sem félek. Az élet útját mutatod nekem, és gyönyörűséggel töltöd be életem. Örvend a szívem, és dalzeng a lelkem, sőt, testem is megnyugszik bízva, mert nem hagyod lelkem az alvilág mélyén, és testemnek romlás nem árthat. Az élet útját mutatod nekem, és gyönyörűséggel töltöd be életem. Az élet útját mutatod nekem, és gyönyörűséggel töltöd be életem. Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, szent félelemmel éljétek földi zarándoklástok idején, éljetek földi zarándoklástok idején, ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítélkedik kinek-kinek tettei szerint. Hiszen tudjátok jól, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon váltottak meg titeket, az atyáitok által rátok hagyott értéktelen életformától, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtelen báránynak drága vére árán. Őt Isten előre kiválasztotta már a világ teremtése előtt, de csak az utolsó időkben jelent meg miattatok. Általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és megdicsőítette, hogy higgyetek, és reméljetek Istenben. Ez az Isten igéje. Halleluja, halleluja, halleluja.
Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Húsvét vasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmaus nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 stádiumra, 2-3 óra járásnyira fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket, milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki. Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban. Ő megkérdezte, miért, mi történt? Azok ezt felelték, a názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagy hatású próféta volt Isten és az emberek előtt. Főpapjaink és elöljáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már 3 nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestet. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták, őt magát azonban nem látták. Jézus erre így szólt. Ó, ti oktalanok, késedelmes szívűek, képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek. Hát nem ezeket kellett elszenvedni a Mesiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe? Azután, Mózesen kezdve, valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az írásokban őróla szól. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok marasztalták és kérték. Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap. Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és fölismerték. De ő eltűnt előlük. Akkor azt mondták egymásnak, ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a 11-et és társaikat. Azok ezzel fogadták őket. Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Mi pedig azt reméltük, hogy a két tanítvány
Amikor megismerte Jézust, akkor egy olyan embert ismertek meg, akinek a szavára a vihar lecsendesedett, akinek az érintésére a betegek meggyógyultak, a halottak föltámadtak. Aki olyan nagy hatású proféta volt, hogy ha megszólalt, akkor tömegek gyűltek össze és hallgatták őt. Egy olyan Jézussal találkoztak, akibe lehetett bízni, akibe bele lehetett vetni a reményüket, azt a reményt, amit ott dédelgettek magukban fiatal koruk óta, hogy helyreállítja Izrael dicsőségét. Ők ezzel a reménnyel csatlakoztak Jézushoz, nem csak ők, hanem a többi tanítvány is. És akkor történt valami, ami teljesen széttörte az álmaikat, összetörte a reményüket. Jézus hagyta magát elfogni, hagyta magát megkínozni és keresztre feszíteni, és ezzel minden reményüket keresztre feszítették, teljesen elcsüggettek, kiábrándultak, odáig jutottak, hogy ott hagyták a közösség biztonságát, a 12-t, és elindultak haza a falujukba, ahonnét elindultak annak idején Krisztus követésére. Mi pedig azt reméltük, hogy ezt a tanévet nyugodtan befejezhetjük, lesz ballagás, lesz érettségi a szokott formában. Azt reméltük, hogy megtarthatjuk a lelki programokat, lesznek lelki gyakorlatok, táborok, lesz ez az a nap rendezvény, lesz nemzetközi eukarisztikus kongresszus, lesz olimpia. A családjainkban azt reméltük, hogy lesznek házasságok, lakodalmak. Mi pedig azt reméltük, hogy, és mindenki folytathatja a saját személyes reményével, közösségi reményével, társadalmi vagy egyházi reményével, és minden megváltozott. Miért engedje meg Isten, hogy összetörjenek a vágyaink, a reményeink, összetörjenek az álmaink, amikbe akkora energiákat fektetünk? Sokféle választ lehet megfogalmazni erre. Az egyik válasz az, hogy mi keresztények sokkal jobban hiszünk a terveinkben, az erőnkben, a programjainkban és azoknak az eredményességében és hatékonyságában, mint magában az élő Istenben. Nagy lelkesedésünkben mindig Istent ezek mellé, a tervek mellé rendeljük, hogy segítse megvalósítani őket, hiszen mi ő érte, az ő dicsőségére akarjuk egyházunk javára teljesíteni ezeket, vagy ha nem a vallásos életről van szó, akkor a családunk, a gyerekeink, a társadalmunk, a közösségünk javára. Isten az élet Istene, amikor megengedi, hogy összetörjenek az álmaink, a reményeink, a vágyaink, ne teljesedjenek, akkor mindig arra hív bennünket, hogy jobban, teljesebben bízzunk ő benne. A hitünkre kérdez rá, miben hiszünk, abban, amit elterveztünk, az ő segítségével, vagy ő benne, aki meghív bennünket arra, hogy az ő terveit, az ő akaratát valósítsuk meg. Amikor kudarc, sikertelenség, csalódás, kiábrándultság ér bennünket, akkor Isten mindig rákérdez a hitünkre. És szeretné, hogyha növekednénk a hitben, ha erősödnénk az igazi reménybe,
abban reményben, amit ő kínál fel nekünk, és hogyha növekednénk a szeretetben. Amikor összetörnek az álmaink, a vágyaink, amikor kudarcok érnek bennünket, és a reményeink nem teljesednek, akkor nem hagy magunkra bennünket az Isten. Elkezd gyógyítani. Hogyan gyógyít ezekben a helyzetekben bennünket az Isten? Az emauszi tanítványok történetében azt olvastuk, hogy Jézus melléjük szegődik ennek a két tanítványnak, és elkezdik kérdezgetni őket. Ők idegennek nézik, nem ismerik fel, mert a szemük el van takarva. A gyógyulás mindig azzal kezdődik, hogy Isten elkezd kérdezgetni bennünket, hogy mondjuk el, mi fáj, mondjuk el, hogy mit szerettünk volna, mondjuk el, hogy mit érzünk, mi van most bennünk, osszuk meg vele a csüggedtségünket, a kudarcunkat, a kiábrándultságunkat, a fájdalmunkat, mert Isten együttérző Isten. Nem akarta, hogy összetörjenek a reményeink, de szinte mindig sorszerűen megismétlődnek ezek az események, mert eltévesztjük az irányt. És ilyenkor szeretné, hogyha ő lenne újra életünknek a középpontja. Ezért mellénk szegődik, kérdezget bennünket, és ha válaszolunk, akkor ugyanaz történik, mint a tanítványokkal. A figyelmüket a fájdalmukról, a hamis reményükről, vagy a vélt reményükről saját magára irányítja Jézus. És ez gyógyító, amikor a figyelmünket le tudjuk venni a hiányról, a fájdalomról, a kudarcról, az önsajnálatról, és oda tudunk figyelni Jézusra. Jézus ezt úgy oldotta meg ebben a történetben, ebben a találkozásban, hogy kifejtette nekik mindazt, ami az írásban őróla szól. Levette a figyelmüket a szenvedésükről, a kudarcról, és saját magára irányította a figyelmet. És ez már önmagában gyógyulás, amikor meg tudunk feledkezni a fájdalmunkról, és bele tudunk feledkezni valakibe, aki figyel ránk, aki szeret bennünket, aki együtt érez velünk, és utitársunk lesz minden helyzetben. Hogyan gyógyít az Isten? Miután meghallgat bennünket, és önmagára irányítja a figyelmet az ige, a Szentírás segítségével, akkor felismerhetővé teszi magát számunkra. Közösséget vállal velünk, asztal közösséget, mint a tanítványokkal. A tanítványok behívták, hogy tartson velük, mert már esteledik, lemenőben van a nap, és Jézus elfogadja a meghívást, bemegy hozzájuk, és együtt étkeznek. Ez az étkezés az első szentmisére emlékeztette a tanítványokat, mert Jézus ugyanúgy, ahogy az első szentmisén nagy csütörtökön, ami az utolsó vacsorán történt, kezébe vette itt is a kenyeret, megáldotta, megtörte, és odaadta nekik. És ebben a kenyértörésben, ebben az étkezésben, asztalközösségben a tanítványok szeméről lehull a hályog, és felismerik Jézust. Azzal gyógyítja a reménytelenségeinket, a kudarcainkat Isten, hogy mellénk szegődik, a figyelmét magára irányítja a fájdalmunkról, és megmutatja, hogy mennyire szeret, hogy közösséget vállal velünk, asztalközösséget, és odaadja magát nekünk az eukarisztiában, a kenyérben, és ezzel a legmélyebb találkozás jön létre, hiszen vesszük és esszük, egyesülünk az élő Istennel,
és sokkal többet kapunk, mint ami a reményünk volt. Mert ez az egyesülés, ez a találkozás, ez az egység tovább visz bennünket. Minden kudarc, minden nehézség ellenére, vagy azon át segít bennünket, hogy a szeretetnek egy olyan tágasságára, a hitnek egy olyan távlatára lépjünk, amit addig nem ismertünk. Mindig többet akar az Isten adni, mint amit elveszítettünk, mint amit megsiratunk, és amit gyászolunk. Ha társunkkal fogadjuk, ha felismerjük az utitársunkban jelenlévő Istent, vagy a zarándok Istent, aki mellénk szegődik, ha a figyelmünket rá szegezzük, ha odafordulunk, és felismerjük őt, akkor ez naponta megtörténik, ez a gyógyulás, ez a csoda, és tele leszünk a feltámadott örömével és békéjével, és már nem csüggetten folytatjuk az utunkat, hanem ahogy a tanítványok visszatértek Jeruzsálembe, visszatértek a közösségbe, a társaikhoz, és beszéltek arról, amit átéltek, ugyanezt fogjuk mi is tenni, tanúságot fogunk tenni arról a Krisztusról, aki feltámadt, aki él, aki a társunk, aki gyógyít bennünket, aki vigasztal, és igazi reményt ad, ami nem más, mint az örök élet, Isten országa és a mennyek országa. Fogadjuk el ezt az igazi reményt, és ennek a reménynek az erejében folytassuk zarándok utunkat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény. Az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy szent félelemmel éljük földi vándorlásunk idejét, és Krisztussal együtt mi is feltámadjunk. Hogy Ferenc pápa, a püspökök és a papság biztosan vezessék Isten népét a mennyei haza felé vezető úton. Kérünk téged, hallgass meg minket.
hogy Isten népe mindig felismerje a földi élet útjain köztünk járó Krisztust. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a népek vezetői a helyes útra irányítsák a rájuk bízottakat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy téveigő embertársaink rátaláljanak a feléd vezető útra. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy életünk estéjén Krisztus velünk maradjon, és megadja nekünk a boldogító Istenlátás kegyelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható örök Isten, te ismered minden lépésünket. Segíts kegyelmeddel, hogy el ne tévedjünk a földi élet zarándok útján, hanem szent fiat társaságában biztosan eljussunk hozzád, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. A föld és az ég asztalunknál összeér, éltünk lett élet, ez a bor és a kenyér. Ő általa, ő vele, ő benne, tied vagyunk, tied vagyunk, tied vagyunk, tied vagyunk. Ments meg minket, táplálj minket, ments meg minket, táplálj minket, ments meg minket, táplálj minket, ments meg minket. Jézus véle és teste, az élet itala és étele. Jézus véle és teste, az élet itala és étele. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Kérünk Istenünk, fogadd el ezeket az adományokat újjongó egyházattól, amelynek most ilyen nagy örömet okoztál. Add, hogy egykor az örök boldogságot is élvezze, Krisztus, a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Ő szüntelenül felajánlja értünk életét, és színed előtt állandóan pártfogol minket. Feláldozva önmagát nem hal meg soha többé, halálában lett örökkön élő áldozat. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong. A mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy, szent, végtelen, hatalmas Isten, dicsőséged mindent betölt. Áldjon az ég is, áldjon a föld. Hozsanna, hozsanna, hozsanna fenn az égben, áldott, aki közénk jött az Úr nevében.
hozsanna fenn az égben. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Halálodat ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, velem méltatlan szolgáddal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával,
Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, ezért bizalommal így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében. Add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten bárányom, Isten bárányom, te elveszed a világ. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
szívem vár. Rajtad kívül testem, lelkem vigaszt nem talál. Ó, kérlek add nékem titkodat, tested, véred drága, itt két szent oltalmadat. Imádkozzuk el a lelki áldozás imáját. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Vágyom arcod, Isten, szívem lüktet érted, téged szomi az lelkem, mint száraz föld az áport. Téd lenni vágyom, te vagy boldogságom, téged formáz ajkam, magasztallak életemmel. Míg itt e földön utam járom. Ha nyugszom is, te jársz eszembe, röpülnék hozzád a fénybe, mit tehetnék mást életem vagy. Hozzád kötődöm örökre, megérintenélek végre. Csak szárnyad alatt van oltalom, mert te vagy én oltalmam, te vagy védő fészkem, Uram, csak benned bízom, te vagy menedékem. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, tekints jóságosan népedre, és akiket örök életre szóló szentségeiddel megújítottál, azokat juttasd el a megdicsőültest romolhatatlan feltámadására, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a telekedben. Legyen áldott az Úr neve, most és mindörökké. Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, maradjatok otthon a feltámadt Krisztus békéjében. Istennek legyen hála. Világnak Krisztus kell, a világnak Krisztus kell, a világnak
Krisztushoz tartozol. A világnak Krisztus kell, a világnak Krisztus kell, a világnak kell lesz te is, mivel te Krisztushoz tartozol. Feszítsenek helyettem.